Az én szakterületem az evolúciós ökológia. Ez egy olyan tudományterület, ami azt vizsgálja, hogy hogyan jött létre az életnek az a változatossága, amit most magunk körül látunk, hogyan alkalmazkodnak az élőlények a környezetükhöz. Ugye ennek most van egy elég nagy aktualitása amiatt, hogy elég gyors ütemben alakítjuk át magunk körül a környezetünket. Gondolok itt arra, hogy beépítjük a természetes területeket, teleszemeteljük szennyezőanyagokkal a vizeket, befűtöttünk a klímának. Ahhoz, hogy ki tudjuk találni, hogy hogyan tudjuk mérsékelni ezeknek a káros hatásait, vagy nehogy Isten megelőzni, ahhoz pontosan értenünk kell, hogy hogyan hatnak ezek az élővilágra. Én az állatokkal foglalkozom, egy olyan bő 10 évig madarakkal, az utóbbi 5 évben meg kétéltőekkel, békákkal elsősorban. Az már egészen kicsi koromtól világos volt, hogy nekem valami biológiával kapcsolatos elhivatásom lesz az életben. Amikor már 888-szorra kértem anyukámtól, hogy vigyen el az állatkertbe, és ő 888-szorra is elvitt, akkor ő már ezt biztos tudta. Amikor gimnazista voltam, akkor indult az Állatorvosi Egyetemen a zoológus szak, és oda jelentkeztem, és oda vettek fel. Nem készültem kutatónak sokáig, nem is tudtam, hogy mi az, hogy mit csinál egy kutató. Ott a szakdolgozati munka során eszméltem rá, vagy ismertem meg azt, hogy milyen a kutató munka, és akkor ez egy ilyen nagy megvilágosodás jellegű érzés volt, hogy ejha, ez milyen szuper dolog. És akkor azt mondtam, hogy jó, ezt megpróbáljuk, és akkor kiderül, hogy akarjuk-e egymást a tudomány és én. Hát itt ma nem fogunk békát. Hogy mire vagyok leginkább büszke? Talán azokra az ajándékokra, amiket a hallgatóimtól kaptam, amikre azon írva, hogy a legjobb témavezetőnek. Ezek fönn tartják az emberben azt a lelkesedést, hogy tényleg ez egy nemes küldetés is egyben, hogy továbbadhatom. Nem csak azt, hogy ez egy mennyire értékes és fantasztikus dolog a tudományt művelni, hanem hogy tudok nekik segíteni abban, hogy lássák ne csak a szépségeit, hanem a nehézségeit vagy a kihívásait is minél előbb. Erre a területre nem nehéz a lányokat bevonzani, de megtartani az már nehezebb. Ez minden tudományterületre igaz, hogy a kutató munka az egy egész, sőt mondjuk egy 120%-nyi embert kíván, és ezt nem mindenki tudja, vagy nem mindenki akarja értelemszerűen összeegyeztetni az életének a többi részével. Én ebben nagyon szerencsés vagyok egyébként, mert nagyon hasonló szemléletűek vagyunk ebben a párommal. Nem jelent igazából problémát a munkát a magánélettel összeegyeztetni, mert hogy a magánéletünk nagyon nagy részét is azt teszi ki, hogy otthon dolgozunk például. Néha az is előfordul, hogy együtt dolgozunk, mert a férjem a Zállatorvos nevű YouTube csatornát csinálja, ahol olyan animációs videókat készít, amivel az állatbetegségeknek a fontosságáról, az ezek ellen való védekezésnek a fontosságára hívja fel a figyelmet. Tehát ez egy ismeretterjesztő oktató csatorna, és én vagyok az egyik állandó szinkron színésznője. Amennyiben ugyanezt tapasztalod a zokni talpán odahaza, akkor érdemes szőrös pajtásodon bolhákat keresni. De hát csak aranyhalam van. Megjöttem! Az én szakterületem az alapkutatás, vagy felfedező kutatásnak is szokták mondani. Az alapvető működését, a mechanizmusait próbáljuk egy-egy rendszernek, vagy egy élőlénynek megérteni, mert enélkül hozzá sem tudunk fogni ahhoz, hogy például új módszereket dolgozzunk ki. Hogyha például szeretnék egy természetvédelmi kezelést kitalálni egy fajnak a megmentésére, nem fogok tudni jó módszereket kidolgozni addig, amíg egészen pontosan az utolsó részletig nem értettem meg, hogy hogyan működik. Egy kicsit olyan ez, mint az evolúció maga, hogy nem egy nagy végső cél irányítja, hanem a saját belső mechanizmusai viszik előre.